szemben felvétel indul. Csak jó. Szép napot kívánok mindenkinek, kedves vendégeim, kedves hölgyek, kedves uram, kedves szép korúak. Ebből a titulosan sokat beszélek, egyre tudok csak mondani, hogy az a büszkeség, amit önöket látom, és az a fajta idő, amit vissza kéne tanulnom önöktől, azt mondom, hogy 20-30 éve mindenkinek volt szarvasmarhája, szőlője, templomba tudott járni, ideje mindenkinek, és Jani bácsi nagyon szépen leírta, hogy abban az időben belefért még az is, hogy egy kosárral a fején Jucikavéne átdalogott 20 km egy szilvával. Idejében belefért az is, hogy minden karácsonykor minden családtag meg tudta egymást látogatni, most a nagy rohanó világunkban, ahol autó van, ahol minden informatika megtalálható, képesek vagyunk a szüleiket két-három hétig nem tudjuk fölkeresni. Igen, ezt rendben vissza kell tanulnom, ezek nélkül nem működik, úgy, mint az sem működne, mint benne se létezne, az önök munkája nélkül. Én ugye október 1-én a nyugdíjasok világnapja. Én alkalomból is szeretettel köszöntöm önöket. Köszönjük, hogy itt vannak még velünk, és én úgy gondolom, hogy néma felhatással azok, akik nincsenek velünk, illetve velünk vannak az égi csillagok között, ott ülnek a lista jobb partján, hogy ővelük együtt is, és emlékezzünk, addig élnek velünk, még itt vannak köztünk, vagy itt vannak köztünk, még gondolunk rájuk. Én kívánok a mai nap tartalmas napot, Panigajának a munkáját, az elnökségnek a munkáját, jó egészséget, szeretetet, és további szép napot. Köszönöm szépen. Először is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelt bennünket azzal, hogy a mai délután felünk tölti, és eljött, hogy közösen ünnepeljük a nyugdíjasok napját. Külön szeretettel és tisztelettel köszöntöm a sorrendért elnézést követően először is a medinai nyugdíjasokat, a pajtársaimat. Nem sorrendben mondom, csak ahogy érkeztek, 6-szor Paks István és feleségeik van, kistérségi. És hívtam, visszajelzést nem kaptam, nem is jöttek meg. Romániai Nagyszent Miklósról is hívtam vendégeket, úton vannak, Lampati várja őket a Sióhidon, ide fognak érkezni majd. A horvátországi Borokóból is jön küldöttség, ők se értek még ide, őket meg a Ránkó várja. Dr. Endrődi Csaba házi orvos, köszöntöm. Vannak a zenészeim, Szabó Józsi, Szabó Dávid, Néna Filla és Debreceni István, őket külön köszönjük. Utóna Megyei Nyugdíjas Szervezete képviselői közül Zsuzsa jött el, nem tudom a vezeték nevedet, mert így volt a Zsuzsának szóljuk. Kölesdi nyugdíjasoktól pedig Ilonka Cseke Árpádnő hozta el a legelőször is emlékezünk meg azokról a bajtársainkról, akik sajnos nem ünnepelhetünk. Álljunk föl és néma felfedéssel adott. Igen, értük az emlékezés mécsesen. Köszönöm szépen! A hagyományoknak megfelelően októberben ünnepeljük, köszöntjük magunkat, a medinai nyugdíjasokat. Ezek a találkozások nagyon fontosak számunkra, színesebbé teszik az életünket, hétköznapjainkat, gazdagítják élményeinket, hiszen a közösség élményforrás. Legalább ezen a napon feledkezzünk meg gondjainkról. Nyugdíjas életünk színvonalát meghatározza, egészségünk, tevékenységünk, érzelmi és hangulati állapotunk és a közbiztonságunk, társas kapcsolataink. Ezért nekünk is tenni kell. Ezért vagyunk itt. Jó valakihez, valamihez tartozni, legyen anyagi biztonságunk, legyünk hasznosak saját és közönségünk számára. Ismerjük meg magunkat, kössünk békét magunkkal. Teremtsük egyensúlyt képességeink, lehetőségeink, vágyaink között, ha ez sikerül, sokkal boldogabbak leszünk. Rólunk medinai
mely nyugdíjasokról elmondható, hogy aktívan részt veszünk a falu életében. Lehet ránk számítani, ha segítségünket kérik, mindenhol ott vagyunk. Ígérem, a jövőben is így lesz. Fontos a baráti kapcsolataink ápolása is. Ennek bizonyítására hívtam meg körünkbe a borovói nyugdíjasokat. Ővelük 2007-ben barátsági együttműködési szerződést is kötöttünk, amit az idén áprilisban kint Borogóban meg is erősítettünk oklevél aláírásával. Körünkben üdvözölhetünk majd a nagyszentmiklósi nyugdíjasok küldöttségét is, velük is szoros a kapcsolat, de még írásban nem rögzítettük együttműködésünket. Köszönhetjük ezért itt a Tornamegyei Nyugdíjas Szervezetek képviselőit. Jó kapcsolat bizonyítékaként a tagság több tagja kapott már oklevelet a megyei képviselőktől. Még minden vendégnek köszönöm, hogy valamilyen módon megsegítették munkánkat. Nem utolsó sorban köszönöm minden tagunknak azt a munkát, amivel hozzájárult a rendezvény sikeréhez. Előre is köszönöm az iskola és óvoda nevelőinek, hogy színesebbé teszik számunkra a mai napot. Tartozunk még köszönettel a medinai önkormányzatnak, polgármesteri hivatalnak, a víz, villany, terem használatáért és a pénzügyi segítségért. Útravalónak szánnám a következő gondolatokat. Ha elfáradtál, mert elmúltak az évek, ne csüggedj. Keresd magadnak megfelelő szépet. Ami mellett fiatalon elmentél rohanva, most ráérsz megnézni, botra támaszkodva. Neves, a baj sose keresd. Örülj a mának, a holnap már rosszabb lehet. Keresd barátokat, bánatodat hozd meg. Soha ne bánd, hogy sorsod a legrosszabb, ne hidd, hogy sorsod a legrosszabb, mindenki magát hiszi a legrosszabbnak. Légy vidám, mert teljesen mindegy, az élet úgysem áll meg, és így sokkal könnyebb. Ne sajnáltasd magad, légy arra büszke, sok mindent elértél, mégsem törtél össze. Mert visszahozni semmit sem lehet, fogadd el, és így élj emberhez méltó, derűs életet. A műsorhoz és az eléd utáni időtöltéshez pedig kívánok mindenkinek jó szórakozást! Engem állni a belese. Elmélkedés a nyugdíjas életről. A nyugdíjas élet egy új világ. Itt ki nem ismer, bárhol van. Irigyel meg érte, hogy otthon lehetsz. Nem kell sietned, valamit felvehetsz. Nem jó, vagy rossz. Ez egész más fogalom. Más, mint aktív korban a fogadunk. Nem kell maradni sehova. Élvetforma vár, mehet, ha akarsz, bárhova. Olvasás, sétál, keresztrejfényfejtés, bármi, ilyen kedved van, már nem megy határozó sietés. Ki kell valakítanod az új életed, aztán már örömmel élvezted. Nem kell korán kelni, rohanni, jó lesz szépen mosolyogni. Mikor fölvéded a meleg szobába, hogy ilyenkor már futottál javarva a munkába, törned a fejed, mit is kell ma tenned, főd a fejed. Ez ma már sustálkodással tenni, jut idő mindenre? Alig. Minden aktív fogja embernek ajánlani, hogy érjelekor egészségbe kívánni. Élvezze minden percét, nyújthat az élet, és akkor a nyugdíjas életben is szép lesz. Ide kívánkodik egy Marlon Morgan idézet, soha nem annyira öreg az ember, hogy már semmit sem érjen. Egy másik idézet pedig azt mondom, marad öregek, ne lássatok sötétben, és ne járjatok sötétben, mert megbosszik a láb, és ha elestek, nem biztos, hogy lesz, aki felesek. Thank you.
Ebből az alkalomból köszöntjük mindazokat az embereket, akik hosszú élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött. Segítségükkel ápoljuk hagyományainkat, száll generációról generációra a sok tudás. Szeretettel gondolunk rájuk, és nem csak ezen a napon, hanem az év minden napján, és szeretetükkel, bölcsességükkel, ők is mindig rendelkezésünkre állnak. Időskoruk tapasztalataival helyükre tudják tenni a dolgokat, tudják mi a jó, amit továbbadhatnak, és tudják mi a rossz, amit el kell kerülni a következő nemzedéknek. Feladatunk lehetővé tenni számukra az öregkorhoz méltó életet, támaszt nyújtani nekik a pihenés éveiben. Vigyázni kell rájuk, segíteni őket, hogy a hosszú évek kemény munkája után örömteli életet élhessenek. Érezzék, hogy nem hagyjuk magukra őket, hogy fontos részei életünknek. Szüleink és nagyszüleink mosolya és gondoskodása rengeteg erőt sugároz felénk, a kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kint számunkra. Jó egészséget, tartalmas, boldog életet kívánunk minden idős embertársunknak, és fogadják szeretettel az oldások műsorát. Oh, no.
mindenhez ért, amihez kell, van ideje és türelme, aranyból van az ő szíve. Siki kívánságok! Kedvenc ételek állok! Fekvéseket adok, szép volt volt mélyen! A hajamból korlát hisz, a végére maszni kell, ügyesen jár, fürge, ujja, közben mosolya is kutya. Járva a kertben megkihogat, és jó tanácsokat osztogat, s esténként az a legszebb, hogy van szokik történet. Olyan csodát lehet hallgatni, alig győzni, mondogatni, addig mesél még az állom szárnyan, mondta a gyermekállat. Azt, hogy beteg sosem mondta, mindig csak arra volt gondja, hogy mindenkinek ön mellette legyen, de is az élete. Yes!
Olyan rossz, hogy még az ördögnek sem.
van az ide, nyújtózom. A panlagon végig kényelmesen, ölembe hajtva fejecskét, arcén kis feleségem mélyen csendesen. Hely, szegény Lacikán, még meg se született, de téged már besorozta a katonának. Katona vagyok én, kiszolgált katona, csak káprál sem voltam, mindig közkatona. A katonasághoz ifjúságot vittem, ott maradt az, hazaöregséggel jöttem. Nagy volt pontosságom, nagy volt a hűségem, nem volt rám érve, csak egy büntetésem, és külete jutalma, amikor kiszolgáltam, a generális megveregette a vállam. Nem csak mi vénülünk, mi emberek, mi volna, ami nem vénülne meg. Nézzétek a napot, ha jön a december, nem valóságos öreg ember. Későn ébredt, alig, hogy felkapaszkodhatik. Az égre oly erőtlen, mogorván néz a világra, s idegen. S olyan korán ledől megint az ágyára, majd véges végül azt is megérjük, hogy megőrzünk, és ekkor fehér lesz a sugára. Mondják hideg nyugalmasan az öregek, Szilaj, bolond fiú vagyok, csendes legyek. Vénység az életnek vízhangja csak, e tomba hangok meg sem bántanak. Szilaj vagyok igaz, s bolond, az is lehet, az ész tanácsa nem hívom, csak szívet. Na de fejemnek is hasznát veszem, reábuk rétás kalpagom teszem. S a szív nem rossz tanácsadó, higgyétek el, az észnél gyakran messzebb lát a sejtelmeivel. Az ifjú szíve lángdobogva ég, s világít az, midőn sötét az ég. És ne higgyétek, csendes öregek, hogy tán megárt, ha túllobogja is a fiatal tűz a határt. Föl szoktak gyújtani egész mezőt, s lesz égés által ez is gyümölcsöző. Thank you.
Azzal foglald el magadat, mint legjobban szeretsz, a nyugdíjas társadalmat szeretsz. A életünk még lehet világ, ezért tartsunk össze. Tudjuk, milyen zord a világ, együtt sokkal könnyebb. Találkozzunk, szórakozzunk, oly rövid az élet, hisz mint sokat dolgoztunk, elmúltak az évek. Szakíts időt önmagadra, mert megérdemled. Kérlek, legyél aktív tagja az egyesületnek. Gyermekeink útra keltek, ez itt egy új család. Mindenkit Isten éltessen, és érezzen jól magát. Jó étvágyat kívánok az ebéd. Thank you.
Piano lenti, dai come piano mi amici. Calmo gemito della danza, tutto vento c'è volato. Paro per lato, estire cosa d'arte, feste morire ogni spazio. Calmo gemito della danza, tutto vento c'è volato. Paro per lato, estire cosa d'arte, feste morire ogni spazio. Yeah.
Shut up,
Szállózzák az óvány, mennyi a szívet, ami a teremetünk.
Would you speak it to me, was I?
Köszönöm,
Hogy szeretem, kérdezik szeretem, a cipazella, hogy ilyen, hogy eljön, hogy